Allianz. Törődünk a mentális egészségeddel. Én nem vagyok egy művelt ember a műveltség klasszikus értelmében. Én egyfajta gyakorlatias ember vagyok, és talán ez a fajta gyakorlatias megközelítés, ami talán egy kicsit hiányzik ma a közéletből. Tehát nagyon sok az elmélet, nagyon sok az elképzelés a világról. Tehát mindenki jön valami ötlettel, de igazából ezek nincsenek kipróbálva. Én viszont, amikor beszélek, én a saját megéléseimről, élményeimről, eredményeimről beszélek, mert azért nálunk a családban volt egy mondás, hogy arról beszélj, amit meg tudsz csinálni, vagy meg tudsz mutatni. Na most, hogyha ezt be kéne tartanunk, akkor szegényes lenne a média. Szeretettel köszöntelek titeket, mai vendégünket nagy izgalommal vártam, Kassai Lajossal fogok beszélgetni, aki lovasíjász, versenyző, világbajnok, íjkészítő, fejlesztő, és hát számos magas állami kitüntetés, rekordok, győzelmek fűződnek a nevéhez. Ami még nagyon fontos, és azt gondolom, hogy rá fogunk térni a beszélgetés során, hogy egy világhírű és a világon sok helyen működő harcművészeti iskola megteremtője is, illetve a modernkori íjászatnak a megalapozója, megteremtője, aminek ugye a Kassai völgyben van a központja. Nem tudom, hogy jól mutattam-e be, de hát szeretettel köszöntöm. Igen. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket is. Mivel pontosíthatnánk ezt, hogy korrektebb legyen? Hosszasan lehetne sorolni, mert ez a pályafutás 34 évvel ezelőtt kezdődött, és ebben 34 éve nagyon aktívan beláttam, és sok minden történt, de nagyjából ez. Ez így rendben van. Hát ugye nagyon érdekes dolgokat olvastam, amik jól kapcsolódnak ehhez a beszélgetéshez. Innen is jött az ötlet, hogy olyan jó lenne, ha leülnénk, mert ennek a beszélgetés sorozatnak a lényege, ugye a Te döntésed a címe, hogy olyan fordulópontokat keresünk, ahol azért válaszutak vannak, ahol vagy egy felismerés, vagy egy találkozás, vagy egy mondat, vagy egy könyv, vagy bármi olyan dolog irányít minket valamerre, és az aztán az egész sorsunkat befolyásolja. Nagyon érdekes haladni így kliensekkel is, meg általában emberekkel beszélgetni. És önnel kapcsolatban azt láttam, hogy van egy történet, ami visszatérő, amit örülnék, hogyha elmesélne, ami egy elszabadult lóval kapcsolatos. De volt egy olyan mondata is, hogy tulajdonképpen már a születés előtt meg volt önben a szándék, hogy lovasíjász legyen, vagy ebben foglalkozom, hogy erről úgy örülnék, ha mesélne, hogy értsük ezt. Három, négy, öt, nem tudom hány éves lehettem, akkor a gyerek, aki föláll az asztal alatt, és éppen, hogy beveri a fejét, tehát valami ilyesmi. És emlékszem arra a pillanatra, amikor hirtelen felálltam az asztal alatt, ami alatt addig simán szaladgáltam, és nagyon bevertem a fejem. És jött egy reakció, a sírás, hiszen addig minden ilyen egy küszöbet túllépő ingerre sírással válaszol a gyerek. És én hoztam egy döntést, hogy most nem fogok sírni. És ez egyfajta öntudatra ébredés lehetett az életemben, de mindenképpen 3-4-5 éves koromban egy olyan fordulópont, hogy attól kezdve kerestem, hogy ki ez az én. Mert én hoztam azt a döntést. Eltelt 30 év, és 30 évvel később végigmentem a lovasíjász pályán, minden kilőtt nyilam a céltáblába repült, és akkor viszont azt éreztem, hogy ez most nem én vagyok. És a következő 30 év azzal telt, hogy kerestem, hogy ki ő, ki az, aki lő ilyenkor. És hát nagyjából most ott tartok a 62. életévenben, hogy próbálom összerakni az életemnek az eseményeit, hogy egy kerek egészé álljon össze, ez a ki vagyok én, ki ő, és egyáltalán mi végre vagyok itt a világban, és hát egy nagyon érdekes olyan ez, mint mikor az ember írogat egy naplót, aztán néhány évtized múlva előveszi, és újra olvasgatja ezeket a sorokat, és megpróbálja kibogarászni azt, hogy most jó a műsor címe egyébként, tehát szívesen jöttem ide, mert bennem nagyon nagy kérdője van az, hogy vajon az én döntésem volt-e. Tehát, hogy valóban azok a döntések, amik az életemet befolyásolták, az a fő sodrat, az tőlem származik-e, és megmondom őszintén, hogy most így 60 fölött nekem ebben nagyon komoly kérdőjelek vannak. Tehát én nagyon, nagyon a sors
hajaz most az, amit gondolok, és nyilvánvalóan a sorson belül, tehát van egy predesztináció, és azon belül az embernek vannak döntés lehetőségei. Én azt gondolom, hogy én ezen belül ezeket a kis lehetőségeket jól használtam ki, és a saját előnyeimre fordítottam. Így állt össze az élet. Akkor így érti azt, hogy már születés előtt, hogy ez olyan, mint egy hívás, és hogy végül is attól függetlenül, hogy ilyen-olyan döntéseket hoz az ember, óhatatlanul el fog oda jutni, mert ez az ő élet feladata mondjuk? Most megpróbálok pontosan fogalmazni, mert az ember évezredek alatt különböző szellemi konstrukciókat hozott létre azzal kapcsolatban, hogy bizonyos eseményeket, vele kapcsolatos eseményeket nem ért, de jól magyarázható egy vallással, jól magyarázható egy filozófiával. Az, hogy bennünk van egy hozott tartalom, ez jól magyarázható egy előző élettel. Ez még nem jelenti azt, hogy van előző élet, ez nem jelenti azt, hogy én hiszek az előző életekbe, ez nem jelenti azt, hogy én a révüléseim során találkoztam volna előző életekkel, de egy valamivel találkoztam, hogy van egy olyan belső tartalom, ami nem fizikai síkon jutott be. Tehát vagy korábbról került be, vagy pedig van egyfajta morfogenetikus tér, tehát én nagyon sok mindennel gondolkodom. Tehát van egy verzió arról, hogy előző életekben összeszedünk bizonyos tudást, ugyanis ez az első korszaka az életemnek, ez azzal a gondolatisággal telt, hogy én valamifajta adminisztrációs hiba folytán születtem a 20. században, mert nem voltam kompaktibilis, nem értettem az iskolát, én egy igazi hatökör voltam, aki csak oda bejárt, de megvoltak az álmai, folyamatosan belerévültem az őseink kultúrájába, és nem láttam azt, hogy ebből valaha valami jó ki tud sülni. Tehát én alapvetően egy vesztesnek éltem meg magam, aki nem tud tökéletesen szervülni a saját korával. És akkor változott meg ez a dolog, amikor hoztam egy döntést, és azt mondtam, hogy jó, akkor én most nem azon fogok igyekezni, hogy belesimuljak a korba, hanem azon fogok igyekezni, hogy azt a belső tartalmat, amit hoztam, azt a felszínre hozzam maximálisan, és gyakorlatilag ebből lett a lovasiászat, és ebből lett mindaz, amiről ön beszélt, mert 25 éves korom alatt az életem az 1960-ban születtem, mi volt akkor a menet? Az volt a menet, hogy katonaság, nősülés, család. Tehát azért a férfinak volt egy olyan életvitele, amit apám végcsinált, amit nagyapám végcsinált. Volt egyfajta kontinuitás, egy szülőnek egyszerű dolga volt, mert tudta, ha fia van, katona lesz, tudta, ha lánya van, anya lesz. És akkor nagyon egyszerű volt, most azért beszélek erről, mert ezek most bomlanak ezek a tradíciók, ennek a hordónak a dongái eléggé kilazultak, és most még nem találta meg a helyét a család, az ember, tehát most újra kell gondolni ezeket a dolgokat, de én még az a generáció vagyok, aki számára a katonaság, család, nősülés, család, és így jöttek ezek a dolgok, és ez egyfajta automatizmus volt, aminek a sodrába voltam. Viszont ez a gyerekkori hóbort, ez a gyerekkori álom, ami az íjkészítés, ami az íjászat, ez úgy mindig búvó patakként előjött, amit azzal helyesegettem el, hogy ez nem egy felnőtt dolog. Hát ez lehet egy gyerekes dolog. De aztán mélyebben belegondolva, én erre most azt mondom, hogy ha van előző élet, akkor azt mondom, hogy hozott anyag, ha van egy morfogenetikus tér, azt gondolom, hogy hozzáférhető. Nem láttam soha annyira mélyen bele ebbe a dologba, hogy én most ex-katedra bármit ki tudnék jelenteni, annál is inkább, mert én igyekeztem mindenféle szellemi irányzattól tisztes távolságban maradni, úgy, hogy közben nagyon tisztelem. Tehát én nagyon sokat mozgok, most jövő héten megyek Katarba, ami egy muszlim övezetet, edzőtábor tartok, pályát adok át, itt a kultúrákban nekem van egy nagyon nagy átjárásom, látom ezeket a kultúrákat, tisztelem ezeket a kultúrákat, de nem éreztem magamévá, azt a fajta keresztényi környezetet sem beleszülettem. Tehát ott is nekem volt egy, mikor nagyapám elvitt a templomba, akkor én nagyon rosszul éreztem ott magam. Tehát az az atmoszféra, ami a családnak a megnyugvást, a hitet jelentette, hát ott valami pogány lélek viaskodott abba a 4-5 éves gyerekbe, ott a templomi freskókon, és úgy éreztem azt, hogy ez nem az én környezetem, a kommunizmusról nem is beszélve. Tehát, hogy úgy nem voltak meg azok a stabil
szellemi irányzatok, amiben én belefolyhattam volna, ezért egy kicsit kívülállóként, egy abszolút 21. századi átlag emberként kívülről tisztelem és csodálom ezeket a dolgokat, nem rakódott rám semmi. Így akkor, amikor én ezeket a spirituális utakat kezdtem el járni, akkor nem egy koncepcióval mentem bele, hanem egy teljes nyitottsággal, és ott jöttek ezek az élmények, hogy ezt érdemes újra és újra gondolni, mert egy teljesen más szemszögből látjuk, de egy biztos, hogy valami van. Azt is gondolom, hogy a gén az egy manifestum, az már a fizikai sík, de ami itt tulajdonságok átjönnek, és most már a pszichológia itt a transzgenerációval foglalkozik, de még azon túl is vannak olyan dolgok, amire szerintem még pontosan nincs magyarázat, de vannak tartalmak. Tartalmak, amik azt mutatják, hogy Salieriket tudunk képezni, de Mozartokat nem. Igen, hát ott leszületik valami. De ez egyébként inkább egy pozitív dolog, ennek mondta ezeket a felismeréseket, hogy itt bő 30 év után az ember arra jön rá, hogy valójában megkérdőjelezhető, hogy mi volt az ő döntése, vagy nem. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy nincs meg a szabadsága, és óhatatlanul valami felé megy, vagy ez inkább egy ilyen megnyugvást ad. Hát nekem egy óriási szerencsém van. Tehát nekem az a szerencsém, hogyha én később születek, akkor én a rendszerváltásnak már vesztese vagyok. Ha korábban születek, én már egy megfásult ember vagyok a rendszerváltáskor. És a rendszerváltás tette lehetővé, hogy én egy területgazdája legyek, igen, hogy saját lábamra álljak. Tehát még a 80-as évek végén én már egyéni vállalkozó voltam, és amikor a rendszerváltás megtörtént, én már a saját lábamon álltam, amikor itt utcára kerültek emberek, és akkor keresték az életüket, hogy megszűntek a nagy vállalatok és a mezőgazdasági üzemek. És hogyha én egy picivel később születek, vagy egy picivel korábban, akkor a ritmus nem teszi lehetővé azt, hogy ez a Lego tökéletes módon passzoljon a térbe és az időbe, mert itt ennek volt szerepe. Itt az elvadult ló is arról szól, hogy én még nem tudtam lovagolni, a ló nem volt belovagolva, és őrült vágtába a faluból kifelé, a Zselicnek egy elhagyatott völgyébe bevágtattunk, és ott egy zsákutcába végződött, nem volt hova futni. És nekem egy hazatalálás élményem volt. Tehát én azt éreztem, hogy a hely, a szellem és az idő találkozott. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy történelmi pillanat volt az életemben, ami minden addigi kételyt eloszlatott. Tehát ott indult, és ez a 80-as évek vége, amikor Kassai Lajos a helyére került, és az nagyon fontos, hogy ugye föltették azt a kérdést, hogy mi a kosz, és erre Planck válaszolt a legjobban, hogy az az anyag, ami nincs a helyén. És a helyére kerül valaki, akkor egy teljes értékű életet tud élni, és attól kezdve én egy munkás ember vagyok, tehát én a munka felől közelítek az életre, hiszen 5 órakor indul a gazdaság, és én minden áldott alkalommal ellátom a gazdaságot, a lovakat, nekem ez fontos. És onnét rugaszkodok el. Mondta ezt a sírást, hogy 5 évesen volt ez a döntése, kisfiúként. Mit jelentett a sírás? Miért volt ez fontos, hogy ne sírjon? Megjelent az én. Egész egyszerűen megjelent az a pillanat az életemben, amikor már nem voltam az ösztöneimnek kiszolgáltatva. Tehát a kontroll az ösztönök fölött. Megjelent a kontroll az ösztönök fölött. Okosan mondom én ezt most, hát nyilvánvalóan akkor erről nekem fogalmam se volt, de maga az, hogy egy ilyen fiatalkori élmény ennyire mély nyomot hagyott, ez jelezte azt, hogy én ott létrehoztam egy kontrollt. De a lovasíjászat, hogyha megnézzük magát a lovasíjászatot, annak a legtökéletesebb szimbóluma a kentaur. Uh-huh. A kentaur, aki csipőtől lefelé egy ló, csipőtől fölfelé pedig egy íjat feszít, és ez a legtökéletesebb szimbóluma annak, hogy az értelem megjelenik az ösztönök fölött. Talán a Sphinx hozza még ezt, aminek egy emberfeje van és állatteste, de a lovasiászatban ez nagyon markánsan megjelenik a kentaur figurájában, mert ott egy erős koncentráció van. Tehát ott feszül egy íj, az íj az a célra irányul, és ott túl azon, hogy megjelenik az ösztön, ott az íjon keresztül egyfajta céltudatosság is megjelenik. Tehát nyilvánvalóan ugye most összerakjuk azt, hogy ide születik egy lény bizonyos adottságokkal, és a lovasíjászatban teljesedik ki. Tehát azért én keresgetem a saját utamat, és saját magamon keresztül egy kicsit próbálom a világot jobban megérteni. Mondott egy érdekeset egy interjúban, hogy
hogy egy óriási lendületet vett a sorsa, amikor először adott le lövést egy vágtató ló hátáról. Erről mesélni, hogy hát milyen fordulatról beszélünk? Ez az ember, amikor a helyére kerül szépen lassan, és úgy tehát itt a fejbeverés után volt egy nagyon meghatározó élmény, a honfoglaláskori íjnak az ábrája, amit Csésebestyén Károly rajzolt le. Ugyanis az ásatások úgy zajlottak, hogy leástak, kiszedtek mindent a sírból, bevitték a múzeumba, és itt elkezdték nézni a darabokat. És ugye nem tudták azt, hogy azok a csontlemezek, amik az íjnak bizonyos alkatrészei voltak, ez milyen szerepe lehetett. Csésebestyén Károly már olyan technikát vitt be a régészetbe, hogy egy négyzet rácson mindent szépen berajzoltak. Ahogy mentek lefelé, így miután mindent kiszedtek a sírból, már minden egyes tárgynak meg volt a pozíciója. Uh-huh. És ettől a pillanattól kezdve kirajzolódott az íjnak a formája, és ő volt az, aki rájött arra, hogy ezek a csontlemezek nem ruhadíszek, uh-huh. meg tarsoly, meg egyéb, hanem ezek bizony a híres honfogláskori íjnak a szarvát, illetve markolatát erősítik. Akkor is, ez is olyan 6 éves koromban ért, amikor ezt az ábrát megláttam, és most itt az ember nehezen talál szavakat, mert a szavaink azok még a magyar nyelvben se talán, pedig ez egy elképesztő ős nyelv, hogy pontosan meghatározni, hogy a forma ismerős volt, hogy vonzó volt, hogy nehéz megtalálni azt a szót, hogy miért jelent meg az életemben, és gyakorlatilag kísérte végig az egész életemet. De ez is egy pont volt. Aztán nyilvánvalóan, amikor elkészült az íj, az megint egy pont volt, hogy én létrehoztam egy használható íjat, és ami belépett az életembe, az a gondolat, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. És miután a lényemnek van egy nagyon erős arhaikus vonulata, viszont én abszolút 21. századi ember vagyok, tehát megtaláltam a helyemet ebben a 21. században. Én most már nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hagyománynak és a modernitásnak harmóniába kell lenni egy egészséges társadalomban. Tehát a problémát mindig az jelenti, amikor valamit az ember távol tart, vagy bemegyek egy regresszív állapotba, és nem veszek tudomást a saját koromról, mert az rossz, mert nem értem az internetet és a Facebookot, és inkább visszavonulok egy regresszióba, így használom a múltat, a hagyományőrzést, vagy pedig egyszerűen eltolom magamtól az összes hagyományt, és azt mondom, hogy én egy modern ember vagyok. Igen. Én egyiket se tartom egészségesnek. Egy élhető, egészséges társadalomban a hagyománynak és a modernitásnak azonos súlya kell megjelenni, és harmóniába kell lenni. Az életemnek aztán volt egy olyan szakasza, amikor egyre nagyobb hangsúlyt fektettem erre, és mindaz, amit én így a közszerepléseimben elmondok, azok a gondolatok, amiket a saját magamon való megértés, munkálkodás felszíre hozott, látva a saját környezetemet, látva a társadalmunkat. Én például ezt nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyos kulturális rétegek közt sajnos nagyon rossz az együttműködés, pontosan emiatt. Igen, hát erre még vissza is térnék majd erre a híd funkcióra, de ebben a beszélgetés sorozatban gyakran fölmerül a kedvenc vagy valamiért meghatározó könyv, és én több helyen láttam, hogy Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regénye az valamiért kiemelkedett az ön számára. Nem biztos, hogy most ezt említené. De ugyanez, tehát tökéletesen szervül ebbe a történetben, mert nem tudtam még olvasni. Édesanyám olvasta föl, mint mesekönyvet, és mindig felolvasott részleteket a könyvből. És hát ezt a könyvet gondolom mindenki ismeri, a hunokról szól, a csatákról, a lovasi jászatról, és hát azok az édesanyám által felolvasott sorok, azok nagyon erősen megmaradtak. Tehát jöttek ezek a élmények. És egy erős szerelmi szárról is szól, ugye a regény. Igen, tehát, hogy azért ez is nagyon fontos. Nem az fogott meg, tehát nem az. Akkor megöltetem bele a romantikát. Megjelent, az nagyon markánsan megjelent az életemben, és aztán végigkíséri az egész életemet a szerelem, de igen, akkor még nem ez volt a jelenet. Igen, akkor ezt mondjuk is, mert lehet, hogy néha hallatszik, hogy volt szerencsénk megismerni, hogy a három szerelem van itt, igen. Itt vannak a szomszédszobában. Szóval, de akkor ott ebben nem a szerelmi szár, hanem inkább a harcos. Inkább valami, ami azokon a sorokon átszűrődik, talán valami, amit Gárdonyi Géza megélt. Tehát ott a művészetnek azért van egy csodálatos közvetítő szerepe, hogy egy kicsit egy más tudatállapotba tud kerülni az ember.
ha már a megváltozott tudatállapot, nagyon izgalmas pszichológiailag egy csomó minden, amiről ön beszél, de azt látom is az interjúkból, nyilatkozatokból, hogy meglehetősen képzett egyébként ilyen szempontból, tehát hogy biztos, hogy nagyon sok mindent olvas is, de hogy attól függetlenül is, amit az íjászat kapcsán, ugye sokszor elhangzik ez, hogy a belső világunk felé visz, hogy önmagunk megismerésében segít ez a dolog, valahol elhangzik, hogy egy introvertáltság megszüntetésében hogy segített ez önnek, és aztán nem éreztem eléggé kifejtve, hogy segítene abban, hogy mire gondol pontosan, nekem van egy fantáziám erről, hogy mire gondolok, hogy hogyan, de azt azután mondanám csak el, hogyan kifejteni, hogy milyen módon tud az íjászat abban segíteni, hogy valaki önmagához közelebb kerül, hogy magából többet megismerjen. Először hadd javítsam, hogy nem vagyok felkészült, tehát nem... Ezt én éreztem így, hogy olyan mindaz, amiről, adekvát dolgokat mondod. Igen, csak ezek gyakorlati tapasztalatok. Ja, tehát, hogy én nem vagyok egy művelt ember a műveltség klasszikus értelmében, én egyfajta gyakorlatias ember vagyok, és talán ez a fajta gyakorlatias megközelítés, ami talán egy kicsit hiányzik ma a közéletből. Tehát nagyon sok az elmélet, nagyon sok az elképzelés a világról. Tehát mindenki jön valami ötlettel, de igazából ezek nincsenek kipróbálva. Én viszont, amikor beszélek, én a saját megéléseimről, élményeimről, eredményeimről beszélek, mert azért nálunk a családban volt egy mondás, hogy arról beszélj, amit meg tudsz csinálni, vagy meg tudsz mutatni. Na most, hogyha ezt be kéne tartanunk, akkor szegényes lenne a média. Nem, én éppen egy Piagetről szóló elmélkedést hallgattam például, és tehát, hogy azért ismer sok olyan dolgot, amit azért nem biztos, hogy mindenki, én csak erre gondoltam, de elfogadom, hát most hogy ez egy inkább... önmagával valamelyest foglalkozó ember felületesen azért kell, hogy érintse azokat a... Tehát én a pszichológiát egy nagyon fontos dolognak tartom. Tehát én két dolgot tartok fontosnak itt a 21. században, az önismeretet és a közösséget. És ez nagyon nehezen szétválasztható. Tehát a 21. századi ember az leginkább a közösségek hiányától szenved, ez vagy bevallja, vagy nem. Tehát nem igazán... Vagy nem sikerül családot létrehozni, ami az alapja, a sejt, ez a legalapvetőbb közösség, aztán onnét kifele már nagyon foghias a dolog, mert egy picit változtunk genetikailag, és ez a fajta kohézió, ami a hűség, ez erodálódott az emberbe, és ezek a közösségek, ezek már nem működnek. De hát egy közösségeknek óriási szerepe van, hiszen ha nem is tud segíteni a közösség, de én egy jó közösségben meg tudom osztani a problémámat, és el tudom mondani olyan embereknek, akik némi empátiával meghallgatnak, már egy lelki tehertől megszabadulok. És ha egy jó közösség, akkor azon mindenki próbálkozik, hogy valamit tegyen az emberért, és megoldottak a problémák. Ez nincs. Aha. Tehát önismeret és közösség, igen, és ennek a két dolognak a szétválaszthatatlansága, amit én a 21. századi ember kihívásaira, mint egyfajta gyógyszert gondolok, hiszen óriási a vágy az emberekben, hogy egy közösséghez tartozzanak. Visszatérnek azért ez, mert tényleg nagyon érdekel, és most is kimaradna ez a fontos rész, hogy meséljen erről, hogy segít az önismeretben az íjászat, tehát miként képzeljük ezt el, hogy visz közelebb magunkhoz, vagy önt hogy vitte közelebb? Isten igazából a tevékenységek azok csak a formát adják. Uh-huh. Tehát az, hogy én íjászok, ez még nem jelenti azt, hogy én bármiféle önismeretre szert tehetek. Uh-huh. Önmagában nem jelenti azt. De ha én hozok egy döntést, hogy én ettől kezdve az íjászatot egy önismereti útként fogom felhasználni, akkor minden lövéssel egy picit közelebb tudok kerülni önmagamhoz, hiszen elkezdek olyan részletekre figyelni, amire egy sportoló mondjuk nem figyel, hiszen a sportolónak a célja a cél eltalálása. És minden eszköz, ami ahhoz kell, hogy a célt eltalálja, mozgósítva van, de akkor, amikor én azt mondom, hogy én egy kicsit tovább akarok látni ezen a dolgon, és nekem nem a forma, hanem inkább a tartalom a fontos, és nem eszközt látok ebbe a... nem a célt látom ebbe, hanem magát az eszközt, akkor elkezdek úgy olyan gyakorlatokat végrehajtani, amikor figyelem azokat a belső rezdüléseket, amikor a célra tartás van, amikor megfeszítem az íjat, amikor oldok, tehát itt folyamatok vannak. Milyen a dinamikája, milyen a sziluettje ennek a képnek, fejhez húzom, akkor én fejbe vagyok. Ha közelebb viszem a szívemhez,
akkor én ösztönből dolgozok, lélekből vagy fejből dolgozok. Tehát az, hogy a technika merre tolódik el, ez olyan, mint a grafológia, tehát egy jó grafológus egy írásból azért nagyon pontosan meg tudja határozni a karakterét a személynek. Úgy vagyok én az íjászattal is, a légzés, ennek az egésznek a dinamikája, maguk a mozdulatok, hogy ha látok egy embert lőni, akkor nekem már van egy karakter képem erről a dologról, és nyilvánvalóan attól kezd érdekessé válni a dolog, hogy van egy oldáskényszer, megfeszítem az íjat, de oldok, mert nem bírom azt a feszültséget, ami a célra tartásban van. Ez jellemző. Uh-huh. A 21. században az amerikai hadseregben tanítottam, és ez azért volt nagyon érdekes, mert nagyon sok rassz ott volt. Yeah. Ott voltak a feketék, az indiaiak, az ázsiaiak, az európaiak, és igazából ezt a nyugati ember csinálta a legrosszabban. Tehát a keleti az nagyon értette ezt a dolgot, hogy most ő megfeszítette az íjat, ő úgy bent volt, és csodálatosan elengedte. Egy nyugati számára a cél eltalálása volt a fontos, nem maga a művelet. Értem. És itt ugye hogy alakult ki az, hogy én úgy beszélek erről, mint egy grafológus, úgyhogy ezer és tízezer ember kezébe adtam ilyet, és láttam a világ minden részén, hogy ők hogyan kezelik, hogy különböző, egy Japánban tanultam zenéjászatot, hogy ők hogyan közelítenek rá, egy angol szász hogyan közelít rá, és akkor ebből már látszanak a különböző kultúrák, tehát milyen nép hogy nyúlt ehhez a témához, és aztán nyilvánvalóan ezen belül az emberi karakterek. De hogyha tovább lépünk, mert itt nem az íjászatról van szó, hanem a lovasi íjászatról, akkor az íjászat egy lehetséges út önmagunk belső világába, de ha a ló bejön a képbe, akkor ott abszolút a külvilággal való kapcsolatunk szimbólumává válik. Tehát az, hogy én milyen viszonyban vagyok a lóval, az viszont azt mutatja meg, hogy én a külvilággal milyen viszonyban vagyok. Alárendeltként gondolok rá? Partnerként gondolok rá? Eszközként gondolok rá? Élőlényként, érző élőlényként gondolok rá? Tehát mi az, ami bennem van, ami félek tőle? Társként kezelem? Tehát annyi minden jön a felszínre, hogy az megint egy óriási terápiás eszköz, a ló. Igen. És ez is nagyon fontos, főleg a 21. században, hiszen eltávolodtunk a természettől, ettől egy kicsit a természetességtől távolodtunk el, és ezzel egy időben egy picit a valóságtól távolodtunk el. Tehát nagyon sok a fikció. Tehát vannak fikciók, amiben emberek hosszabb, rövidebb időt el tudnak tölteni, és amikor jön a valóság, akkor az megdöbbenti őket, hogy hát erre ők nem számítottak rá, hogy most ez hogy. Mondott egy ilyen szép összefoglaló mondatot is arról, hogy a tökéletes lövés az, amikor a kint és bent egybeolvadt, és én ezen a vonalon mentem tovább, hogy így az önismeret, meg a külvilággal való viszony, hogy nekem volt egy olyan érzésem, hogy úgy beszél az íjászatról, hogy azért az önismeret felé visz, mert hogy benne volt valahogy, hogy a bennem kivetült, bennem kialakult kép a külvilággal kapcsolatban, hogy megjelenik előttem, hogy célba találok. Volt egy ilyen nagyon szép kifejtés, tehát hogy van ebben egy ilyen, hogy az íjászatban az van, hogy ami bennem megfogalmazódik, arra figyelek, egy ilyen belső figyelem, a lovaglás, az ugye a lóval való összhang és a külvilággal való kapcsolat, és tulajdonképpen így önismeret, hogy az önmagammal, külvilággal, de ez csak az én értelmezésem, lehet, hogy teljesen téves. Hát az, hogy mi hogyan boldogulunk a világba, az határozza meg, hogy milyen viszonyban vagyok önmagammal, és milyen viszonyban vagyok a világgal. Ugye, és miután lebontottuk az íjat a befelé útra, a ló a kifelé való Igen. út, hogyha most ezt polarizáljuk a világot, akkor nyilvánvalóan látjuk azt, hogy kelet befelé fordul. A keletnek megvilágosodottjai voltak, a nyugatnak tudósai, tehát ő mikroszkópot csinál, távcsövet néz, kémleli a világot, egy keleti viszont befelé fordul, a meditációkon keresztül keresi a megismerést. Tehát az egyik nagyon a külvilág felé, a másik nagyon a belső világ felé fordul, de én azt mondom, hogy ugyanazt mondom, mint egy egészséges kultúrában a hagyománynak és a modernitásnak harmóniába kell lenni, egy egészséges ember életébe a két törekvésnek egyszerre kell megjelenni, hiszen én hiába vagyok tökéletes harmóniában önmagammal, hogyha a külvilággal nem tudok harmóniában lenni. Vagy hiába vagyok nagyon harmóniában a külvilággal, lehet, hogy ez egy önfeladás eredménye, és elvesztem saját magammal a kapcsolatot. De azért mondtam, hogy az én műveltségem nagyon foghias, mert ez nem irodalomból jött, hanem
a több ezer óra tapasztalatból, persze, amit lovon töltöttem, és én megéreztem azt, hogy hát a lovasi jászatban nem az számít, hogy ki milyen jó lovas, nem az számít, hogy ki milyen jó íjász, hanem az számít, hogy egy időben ezt a két dolgot ki tudja megvalósítani. Ugye a sportpszichológia azért kimondja, hogy egyszerre csak egy dologra tudunk figyelni. Tehát hogy jön létre az, hogy nekem tökéletesen kell figyelnem a lóra, és tökéletesen kell figyelnem a célra. Ahhoz, hogy eltaláljam a célt, ennek a kettőnek az egyidejű megjelenése kell, és ugye ez bontotta ki aztán azt, hogy aha, hát akkor ez nem csak itt fontos. Például itt innét jött az a gondolat, hogy rugalmas kapcsolatba kell lennem a céllal. Addig, amíg én talajon íjászom, és a lábam a talajon van, megfeszítem az íjat, pofacsontra húzok, fixálom, és egy merev kapcsolatot ki tudok alakítani a céllal. Igen, ám, de a lovon vágtatok. Így van. Tehát így ott van. Ritmus, egyensúly. Ez van, és ott egy teljes elengedettség, viszont ott van a cél, és nekem nem lehet merev kapcsolatom, nekem egy rugalmas kapcsolatom kell, hogy legyen a céllal. És ez megint egy olyan dolog, hogy amit én a harci művészeten keresztül fölismertem, azt én megpróbáltam ezeket a fölismeréseket adaptálni az élet különböző területeire. Hát ha én ott, abban a gyakorlatban csak akkor tudom elérni a célomat, a rugalmas kapcsolatban vagyok, akkor ezt talán érdemes az élet többi részére is kivetíteni. Persze. Tehát, hogyha én valamit szeretnék elérni, akkor azt nem merem elni, hanem azt mondom, nagyon rugalmasan, vagy elérem, vagy nem. És ugye itt jött 5 Guinness világrekord. Mindegyiknek az volt a célja, mindegyik egy önismereti út volt, és nyilvánvalóan egy pecsétet raktam oda a Guinness-szel, hogy na, mi magyarok vagyunk, akik ezt megcsinálták először, és akkor innét indul ez a sport, mert ez nekem azért nagyon fontos volt, hogy ez a harci művészet, ez a 20. századból, ez innét indult el, és gyakorlatilag itt fejlődött ki, de ez megint egy hosszabb történet lenne, ez is egy érdekes dolog, hogy miért pont itt és miért pont így ebben a formájában. De a lényeg az, hogy amiket tapasztalatokat én a gyakorlásra, tehát azért 24 óra lovasi jászat, az már egy 24 óra révülés. 12 ló váltva, és nekem semmi mással nem foglalkoztam. Ez olyan mélységi megismerése magának a dolognak és önmagamnak, amit nem nagyon vállalnak. Tehát aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, de ahhoz, hogy én valódi önismeretre tegyek szert, ahhoz ki kell lépnem a komfortzónámból, nem kicsit, hanem nagyon. Hát ha nem lépek ki a saját komfortzónámból, akkor nem kapok egy képet magamról, mert akkor mindig ebben a kis buborékban belül vagyok. És ezek a világrekordok, ezek jó lehetőségek voltak. De soha nem álltam úgy neki, hogy én ezt meg fogom csinálni, meg tudod csinálni. Nem volt ez, engem ez érdekelt. Nem tudtam, hogy a 23. órában még lesz a bőr az ujjamon, vagy a fenekemen, mert ledörzsölje volt. Ezt nem lehetett tudni. Úgy álltam neki, hogy én addig megyek, amíg nem fog maszatolni. Tehát nem az lesz a 21. órában még, hanem azt a teljesítményt, mert ez egy objektívan mérhető rendszer, azt a pontszámot, amit az első órában hoztam, azt én a 24. órában még akarom hozni. Ennek van értelme. Tehát annak nincs, hogy hát jó, most már nem hajlok úgy meg, majd nem lesz pontszám, hanem nagy, ez sikerült ezt létrehozni, és nyilvánvalóan ezekből a teljesítményekből, ebből a rengeteg erőfeszítésből, és hozzáteszem rengeteg kudarcból, mert ez nagyon lényeges dolog, hogy rengeteg kudarc ér ilyenkor az ember, tehát itt ez nem egy sikerekkel kikövezett út, és ezekből a kudarcokból való levonom a megfelelő konzekvenciát, felállok, föl tudom használni ezeket a tapasztalatokat, és így összeállt egy világkép. És hát most én azt veszem észre, hogy ezeket a tapasztalatokat, amit én 60 év alatt összeszedtem, ezeket most így nagyon szívesen teszem közzé, mert miután saját magamnak használt, az az elképzelésem, hogy talán másoknak is tud, uram, bocsánat, talán a társadalom számára is tudok valami hasznos dolgot mondani. Hát meg én azt gondolom, hogy itt azért nyilván nem csak a lovasi jászatról beszélünk, szerintem ezt a nézők tudni fogják alkalmazni nagyon sok mindenre, hiszen ez egy általános működésmód, meg tanulság. Volt ez a fontos gondolat, hogy az értelem az érzelem felett, és ugye ezt a lovagláshoz is kapcsoljuk, és ebből a szempontból a lovasi jászathoz. Én akkor most azért is volt ez az elszólás, mert én a lovagláshoz, amit kapcsolok, én nem mondhatom azt, hogy lovagoltam, de mondjuk lovagolgattam egy ideig, és nekem egy abszolút félelemérzettel zárult ez. És nagyon érdekes volt öntől hallani, aki hát nyilván
elég otthonosan ül a ló hátán, meg nem is csak ül rajta otthonosan, hogy ön is mesélt erről, hogy ugye a lónál vannak azok a kiszámíthatatlan pillanatok, amikor igenis a, hát nem tudom, hogy félelemhez kössük ezt, de önmaga védelme érdekében olyan váratlan dolgokra hajlamos, ami hát engem nyilvánvalóan nagyon megijesztett, és hát az is, hogy megsérülhettem volna, épp hogy elkerülhető volt, én nem mertem visszaülni a lóra, én az a kategória vagyok, de hogy ilyen értelemben azért ez egy érdekes dolog, hogy meddig tudunk értelemmel lenni egyébként az ösztönök felett, vagy hogy ez egyébként, most nem csak a lovas ijászatra vagy a lovaglásra gondolok, hanem ez most mint általános kérdés, hogy nekem azért ebben ez az üzenet is benne volt, hogy bár megvan az értelem az ösztönök felett, meg ez a mély kapcsolat, de azért ebben mindig jöhet valami olyan váratlan dolog, és tulajdonképpen amit elmesélt egy interjúban magáról, amikor ott volt ez a veszélyes pillanat, amikor ön éppen ugye ebben a lövésre koncentrálok, vagy a lóval való kapcsolatomra abban ugye azt mondja, hogy a senki földjén volt, éppen váltásban volt a figyelme, hogy akkor történt meg ez a baj, és hogy... Hát nagyon sok baj, tehát azért rengeteg baleset volt, és ez nem igaz, hogy én nem félek a lovon, vagy nem féltem a lótól. Most ezek a félelmek, ezek 60 fölött felerősödnek, mert a mosolyom már nem természetes, hogyha a földhöz vág egy csikót, tehát azért már nem olyan egyszerű. De tényleg jobban fél? De a félelem mindig ott volt, csak a félelmemet, tehát az, hogy... Nézze, tehát én nem hiszek ebben a félelemmentes ideába, de hát ön pszichológus szerintem ezt ön is igen, tudja igazítani. Nem az van, hogy nem félünk. Az van, hogy van valami, ami fontosabb, mint ez a félelem. Tehát nekem a lovasi jászat mindig fontosabb volt, mint a félelem, és én azért szálltam vissza. Én bármennyire féltem, bármennyire fájt, bármennyire összetörtem magam, nekem soha nem jutott eszembe, hogy ne üljek vissza rögtön. Önnel ellentétben. Igen. De hát ez egy természetes reakció, mert önnek nincs ezzel dolga. Igen. Hát hogyha egyszer önt éri egy ilyen negatív hatás, az lehet egy finom jel arra, hogy önnek ezzel nincs dolga. Igen. Ne erőltessük. Főleg, hogyha kialakul egy olyan érzés, hogy a legrosszabb az a szülő, aki a gyerekét erőlteti. Mert bármire, tehát az teljesen mindegy, hogy mire, de mondjuk a lóra. És akkor abban a gyerekben félelem van. És az mikor kívülről jön egy ilyen, na általában az balesetekhez vezet. Tehát az nagyon nehéz. Hogyha az emberben belül van egy ilyen, az összetöri magát, föl kell, megy tovább, ugyanis nem veszük észre a félelemmel együtt járó fizikai hatásokat, ami manifesztálódik, egy izomtónus. Igen. Tehát egy picit már a félelem merevvé tesz bennünket. Na most az a ló, amelyikre a légy rászáll, és ezt pontosan érzékeli azt a kis legyet. Tehát nagyon finomak az érzékei, ő mindent levesz. Tehát az ő szenzoraik, azok sokkal szélesebb spektrumon dolgoznak, mint az ember, hiszen ő a leheletünkből, az izzadság szagunkból már az idegállapotunkat le tudja venni. Tehát nem igazán lehet őket átverni. Droidokat lehet belőlük csinálni egy ilyen boxos tartásban, és automatákká képezik őket, de azok a lovak, amik nálam vannak, akik a nap 24 óráját szabadon töltik, azokban még ezek az érzékek nagyon élénken ott vannak, és fontos az, hogy nekünk dolgunk legyen egymással. Hát én iszonyat sokszor törtem össze magam. Tehát én majd beszartam, annyira féltem. Hát egy csikóval lovagoltam be a faluba, és ez még nem volt belovagolva ez a ló, de én már vittem az íjat, már mutogattam neki, már ott tengettem meg ezzel, és ezt egy idő után megunta, ráharapott az ablára, és megindult a főút felé. És a főútra való rácsatlakozás két ház között van. Tehát én a lovat a betonon, ami ez decemberben, karácsony előtt volt, az föl volt fagyva. Igen. Tehát, hogyha elragadja az embert a ló, és van lehetősége, akkor lecsavarja, valamilyen irányba kiviszi, és addig forgatja, amíg ott ki nem fut, de én ott nem volt semmi. És én azt láttam, hogy elmegy egy kamion innét, eljön egy busz onnét, és akkor én láttam azt, hogy most a következő kamionba én 50 km/h belerongyolok. És egy kis piros autó ment el előttem, és a kis piros autónak a lökhárítóját érintettük, és átrepültünk a köves út túloldalára, de hát ott beszartam, konkrétan. Ezt megértem. Tehát az egy olyan érzés volt, hogy fú, na, hát ez nem volt biztos, és nagyon sokat ilyet tudok mondani. Tehát én nem tudok olyan dolgokról beszámolni, hogy ez így
mentünk keresztül mindenen, de az életemnek volt ez a korszak, amikor én ezt kerestem is, mert meg akartam ismerni ezt az érzést, hogy van-e valami kontroll lehetőség, tudok-e valamit kezdeni. Ez abból a félelemmel? Hát természetesen, miután én alapvetően egy introvertált gyerek voltam, és ez az introverzió ez engem a teljesítményembe gátolt. Uh-huh. És az nem jó. Tehát annyira rám ült ez a dolog, hogy nem tudtam természetesen viselkedni ebbe a dologba, és nekem ez komoly problémát jelentett, és én kerestem azt, hogy ebből én hogy tudok kilépni. Nyilvánvalóan megtaláltam a halált, hogyha majd én a halálfélelmemet legyőzöm, hát a halál a legnagyobb félelem, akkor minden, akkor már többi, tehát most az, hogy itt ülünk és beszélgetünk, hát mi az nekem. De hát nem sikerült legyőzni a halálfélelmet a legnagyobb próbálkozások ellenére, de örülök, hogy túléltem ezeket a próbálkozásokat, és azzal a tapasztalattal jöttem ki, hogy nem baj, hogyha vannak félelmeink, és ezekre inkább oda kell figyelni. Oda kell figyelni, de mégis ön visszaült, tehát valami mégis van, amivel legyőzi, mert ugye ami miatt úgy tud dönteni, hogy bár veszélybe kerülhetek, de mégis csinálom azért. De ez az a valami, amit nem tudunk megfejteni. Hogy ennek ez a dolga? Most itt ülünk és beszélgetünk, és én most nem tudom azt mondani, hogy mi ez a valami, mert nem jutottam olyan messzire. Tehát a legmesszebb, amit én láttam, hogy láttam a fényt, hallottam a hangot, de nem tudtam megkülönböztetni, hogy ez belül szól, vagy kívül. Aha. Na most, hogyha egy vallásos ember azt mondja, hogy ez kívül van. Egy materialista azt mondja, hogy belül van. Én viszont nem köteleződtem el ezekkel az irányzatokkal, tehát nem tudtam megmondani, és itt ezek a kérdőjelek, ezek megmaradt. Az igazi nagy kérdőjelek mindegyike megmaradt az életemben. Milyen érdekes, hogy a sírással kezdtük, ezzel a történettel, hogy ugye kontroll gyakorolt, és amit meg elmesélt egy helyen, hogy egy váratlan sírás jött önből, vagy legalábbis könnyek, mondjuk egy lova kapcsán, tehát hogy ez meg egy olyan szép fordulat volt számomra legalábbis, mert ugye beszélünk végig erről, hogy az értelem, ugye az ösztönök, vagy akár az érzelmek felett, és hogy valamiért azért ez a hihetetlen egymásra figyelés, ami van, ugye most a lovakat is, ahogy elmondta, hogy tényleg minden apró rezzülést éreznek, és egyébként tényleg elképesztő, mert eszembe jutott, miközben ezt mondta, hogy egyébként én visszaültem, csak már én nem tudtam beugratni a lovat, tehát mondták is, hogy és pedig én próbáltam azt csinálni, hát amit mondta, de akkor voltam, már valószínűleg igen, olyan feszes volt, és hogy igen, mindent éreznek, tehát igen, tényleg hihetetlen, bár csak így figyelnének egymásra az emberek, de hogy ön is feléjük, tehát azért ez nem csak értelem és kontroll, hanem ez egy nagyon mély érzelmi kapcsolat lehet. Lehet, igen. Lehet ez egy nagyon felszínes kapcsolat, lehet egy nagyon mély érzelmi. Nézze, a minden generációnak a kapcsolatát Istennel újra kell teremteni. És ez mindenre igaz. Tehát minden generációnak a lóval való viszonyát újra kell teremteni, hiszen mi a lovat már nem használjuk katonai célokra. Hát a ló, mióta az ember látóterébe van, és mióta a lóval elkezdett dolgozni, attól a pillanattól kezdve a csataterek szerves része volt. Először a harci szekerek jelentek meg, nagyon régóta voltak már harci szekerek, amit szántották a sztyeppét, de még nem mertek rá felülni. Tehát ott több száz éven keresztül a harci szekerek, majd valaki felült a lóra, és akkor megjelent a lovasság, és ettől a pillanattól kezdve a lónak egy lényege volt, a katonai felhasználás. Nyilvánvalóan a polgári felhasználásban is az igavonás, a szállítás, de mindenképpen az embert igazából mint egy eszköz kísérte. Most ez az eszköz funkció megszűnt, ugye kiszorult a II. Világháborúban, volt utoljára valójában hasznosítva a ló, és aztán eltűnt a csataterekről. A 60-as évektől kezdődően gyakorlatilag, most Magyarországról beszélek, teljesen eltűnt. Tehát gondoljunk bele, hogy az első világháborút megelőzően 3 milliós lóállománya van hazánknak. Aha. 1960-ra ez 60 ezerre csökken, és ma sincs sok, szerintem egy ilyen 70-80 ezer ló van az országban. Ez azért van, mert most már nem funkcionál. De ha most keresnem kellene, hogy mivel tudom a természetbe és a természetességbe visszahozni az embert, akkor a ló nagyon a fókuszba kerül. Hát, és a lovasi jászattal kapcsolatban, még harci művészettel én a másodlagos hatásokat tartom elsődlegesnek. Tehát nem az, hogy megtanul lovasi jászni, hanem megtanul dolgozni.
megtanul egy élő lényt ápolni, megtanulja az istállót kitakarítani, megtanul felelősséget vállalni, megtanul egyfajta fegyelmet, ami ahhoz kell, hogy az élete megmaradjon, és ne hullazsákba kerüljenek haza. Tehát a másodlagos hatások, azok ma már elsődlegesek, legalábbis az én szempontomból, a pedagógia szempontjából mindenképpen nem alábecsülve magát a lovasiászatot, de igen kevés azoknak az embereknek a száma, akik elérik azt a szintet, hogy ilyen konzekvenciákat vonjalak le, mint én, mert az már egy életmódszerű történet. De mindazok, akik csinálják, azok egy kicsit közelebb tudnak kerülni önmagukhoz, egy picit közelebb tudnak kerülni a lóhoz, a világhoz, és hát megtanulnak dolgozni, megtanulnak felelősséget vállalni. Itt a harcművészeteknél általában nem ezt elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen azon kívül, amit technikailag megtanul valaki, ebben a filozófia, a tartás, az alázat, a szorgalom, a kitartás és az összes ilyen hozadék, ami a személyiséget fejleszti, formája, az talán jóval fontosabb így van, annál. Így van, és a harci művészetek véleményem szerint ebbe egyöntetűek. Tehát én azt gondolom a harci művészetekről, hogy az a harcos archetípus önismereti és személyiségfejlődési útja. Mm-hmm. És ez fontos, hogy a harcos archetípus. Tehát van egy archetípus, van egy beállítottság, és ennek a beállítottságnak van egy megfelelő út. Uh-huh. Ez nagyon lényeges, mert ezt a New Age fölborította, uh-huh. és az, hogy gyakorlatilag mi mindenből üzletet csináltunk, úgy szétszórtuk ezeket a gyöngyöket, de Isten igazából azt látni kell, hogy kifejezetten ez egy archetípusra jött létre, évezredeken keresztül csiszolódott és formálódott. Ez nem azt jelenti, hogy haszontalan másoknak, de aki igazán képes önismeretre és személyiségfejlődésre részt tenni, az maga ez a satria vagy harcos archetípus. Egyébként a nagyapját annak mondaná, hogy egy ilyen valaki volt? Mert ugye több interjúban beszél róla, hogy felé volt egy ilyen nagy érdeklődése, ugye mind a két nagyapa, ha jól tudom. Mind a két nagyapám harcolt a II. Világháborúban, az apai nagyapám az felderítő volt, élve jöttek haza, aztán a kommunisták elvették mindenüket, tehát egy elképesztő, mi mentek keresztül, amit én, csönd volt a családban, erről nem esett szó, én nem tudom a saját életembe ezt bevinni, hogy ezt hogy élték túl. Uh-huh. Fogalmam nincs. Tehát most az, hogy hát egy hivatásos katona, egy felderítő. A másik dolog pedig, én a Monty Roberts-szel nagyon jó barátságban vagyok, többször járt nálam, a Suttogó, talán mond ez a név valami. Persze. Kevesen tudják, hogy ő valójában rehabilitál sérülteket, a poszttraumatikus stresszben lévő veterán katonákat, és ez engem nagyon érdekelt, ugyanis ez a poszttraumás stresszben lévő veteránok, ezek elvesztik a bizalmat az emberrel. Igen. Egyáltalán a világgal, és ő egy fantasztikus kapcsolatot épített ki a lóval, és azt találta ki, hogy a lovon keresztül próbálja ezt a bizalmat visszahozni, hogy érintés van, közelség van, bemennek egy kömszesző. Nagyon szépen építette föl, és hát ott volt szerencsém belelátni olyan mély emberi tragédiákban, amiből nem lehet fölállni. Na most ezek mind katonák voltak Irakba, Afganisztánba, belesérültek azokba a vérengzésekbe, amit végigéltek. Hozzáteszem, hogy erős droghatásra, mert az teljesen általánossá vált, ami szerintem ezeket a dolgokat fölfokozza. És kevesen tudják, hogy az Amerikai Egyesült Államokban több veterán vett véget az életének, mint amennyi a vietnámi háborúban meghal. Tehát mintha tartana a vietnámi háború, ezt is a Monty Roberts mondta, ez egy nagyon komoly probléma. És én ezt nem láttam a nagyszüleimen, és ezen elgondolkodtam, hogy ezek nem szenvedtek poszttraumatikus, hazajöttek a legnagyobb vérengzésből. Hát és, vagy pont az mutatta, hogy abban szenvedtek, és, hogy nem tudtak róla beszélni. Igen? Teljes normális életet élő emberek voltak, akik ezt földolgozták. De miért dolgozták föl? Szerintem azért dolgozták föl, mert valahol az élet, ha most én járt már Amerikában, ugye? Hát ez egy jóléti társadalom. Most abból kimenni Afganisztánba. Érti? Tehát, hogy van egy jóléti társadalom, élek a magam komfortzónájába, nézem a tévét, és have some fun, és onnét kivisznek Afganisztánba, az nem ugyanaz,
mint egy olyan ember, aki 1905-ben igen. született ide Magyarországra, és onnét került ki. Tehát ők valahogy, ez a generáció számára, ez is egy érdekes dolog, és egy nagy csoda, hogy ezt ők egyáltalán hogy dolgozták föl, mert földolgozták. Tehát nem teljes értékű életet élő emberekről volt szó. Én csak arra gondoltam, hogy ezért sokszor a földolgozáshoz azt kapcsoljuk, hogy már képes róla valamilyen szinten beszélni, tehát hogy nem lehet, hogy azért maradt ennyire tabu, hogy képesek legyenek élni. Hát most persze erről itt lehet filozofálgatnunk, nem tudhatjuk. Ők már a politikai helyzet miatt nem beszéltek, ezt azért utólag lehetett tudni. Igen, tehát azért ezek az emberek, ezek perifériára kerültek nyilvánvalóan, és nem a pszichológiai nyomás, hanem a politikai nyomás hozta azt, hogy ott kúsba volt mindenki. Hát ezek a dolgok a kapcsolatban. Végig beszéltünk arról, hogy az értelem és a kontroll az hogyan veheti át az uralmat, mondjuk az ösztönök, vagy akár az érzelmek felett. Beszéltünk szorongásokról, vagy félelmekről is, amit az ember adott esetben le tud győzni. És pont abból fakadóan, hogy ahogy beszéltünk is róla, egyfajta hidat próbál képezni sokféle fajta gondolkodású ember között. És nagyon fontos önnek, hogy a párbeszéd kialakuljon. Azért így nyilván kerülhet olyan helyzetbe is, ahol valami rossz élmény éli, vagy akár kritika. Tehát nyilván azért ezt tudjuk pontosan abból fakadóan, amit elmond a társadalomtól, hogy elszakadtunk a valóságtól, olyan hírekre, vagy olyan dolgokra alapozunk, amiknek sokszor nincs köze a valósághoz. Hogy mit tud kezdeni azzal, ha mondjuk, nem tudom, van egyáltalán ilyen rossz élménye, hogy támadás, kritika, de hogy olyankor mi van az érzelmekkel, erre vagyok kíváncsi. Hát mert elég fegyelmezetnek tűnik, csak hogy zajlik ez belül? Az első karaktergyilkosság az olyan, mint mikor savval leöntik az ember. Tehát az első élmények, azok gondolom ön is élt ilyen. Tehát az tényleg. Tehát ez egy ilyen megsemmisülés. Abszolút. Tehát az a bőrén érzi az ember. Igen. Szóval ez egy borzasztó, és aztán valahogy kialakul egyfajta immunitás, ami mondjuk úgy, hogy egy élhető mederbe tereli. Tehát azt én nem tudom elmondani, hogy egy borzasztó negatív komment fölött átsiklok, de elolvasom a kommenteket, és nagyon sok negatív kommentre azt gondolom, hogy érdemes komolyan venni. Még a legabszurdabb dolgokat is, meg ebből szerintem lehet tanulni. Nem vagyok immunis, tehát nem tudom azt mondani, hogy akármit, az embert úgy szíven üti, mikor én nem ezt gondoltam, meg én nem ezt akartam, miért látja ezt bele, stb. Tehát én nem tudom hidegen ezeket a dolgokat szemlélni, azt gondolom, hogy normálisan tudom szemlélni. Tehát, hogy úgy a helyén tudom kezelni, hogy és megmondom őszintén, hogy igen, számtalan olyan negatív kommentet kaptam, amin el kellett gondolkodjak. Nehezen viseli, ha dicsérik egyébként? Nem, jól viselem. Fogja vissza magát. Egyébként pont azért is kérdeztem, mert itt az utolsó kérdéseknél járunk, és én a végén szoktam visszajelezni valamit, mondom, hogy visszafogom magam, hogyha rosszul viseli. De dicsérni szokott egyébként? Tehát ön viszont másokat dicsér? És szidok. Tehát dicsérek és szid, minden Atya van. Isten. A palettán minden van. Igen. Ja, de dicsér és szid. Igen, persze. Hát, ha valami rossz, akkor azt jelzem, valami jó, akkor azt is jelzem. És mindig jelzi a valami rossz? Tehát akik igen. körül vannak, nem kell, hogy gondolkozzanak azon, igen, hogy... de most itt megint a helyén kell kezelni, és nem tudunk elszakadni attól, hogy miről beszélünk egy harci művészeti iskolától. Igen. Most egy harci művészeti iskolának alapvetően konfrontatív a légköre. Tehát még egyszer, egy archetípusról van szó, egy katonáról van szó, most, hogyha nagyon el akarom karakírozni, nem katonáról van szó, hanem harcosról, de alapvetően az attitűd, az egy konfrontatív. Tehát ott nagyon olyan szituációkat hozunk létre, amikor az ember bekerül egy konfrontatív helyzetbe, és akkor ott megnézzük, hogy mit csinál, aztán majd mindig nyugodtan leülünk és átbeszéljük. Tehát a parancs például, a lóról vezény szó. Tehát, hogy van a kérés, van az utasítás, és van a parancs. Itt többnyire parancsok vannak. Na most ez megint egy olyan, ez egy attitűd, amit vagy jó kezel valaki, vagy nem. Tehát ez megint a szocializációján múlik, hogy ilyen nagyon direkt utasításokat kap, akkor mit kezd vele. Azt én látom, hogy itt egy elcsúszás van, szóval
most egy kicsit így szeretjük körülírni, nehogy a kis lelke, és hát majd megpróbálom, hogy talán le kéne szállni a lóról. Tehát ez nincs egy lovagállal. Jó, hát azért ez egy hierarchikus szerv. Igen. De túl azon ezeken a konfrontációkon keresztül ott valami történik, és hogyha átmegy, az is egy érdekes dolog, ha nagyon nagy az ellenérzés, az is egy érdekes dolog, mert az a jó, mikor utána le tudunk ülni, és át tudunk beszélni egy ilyen felfokozott állapotban történt edzést, ahol tényleg egy kis hadsereg működik, 12 lovon, lovas íjászok, és mindenkinek a helyére kell kerülni, mert ebből tudjuk aztán levonni azokat a tapasztalatokat. De pszichológus bizonyára tudja azt, hogy a versenyben szerzett traumák csak versenyhelyzetben gyógyíthatóak, és ez egy nagyon érdekes dolog. Ez a pszichológiának szerintem nagyon nagy kihívása, mert én ezt felismertem, hogy láttam a versenyben a feszültséget, láttam, hogy traumatizálódott, nem jött létre az az eredmény, ettől még görcsösebbé vált, és aztán az edzésekre koncentrálva ezeket a dolgokat tökéletesen levezettük, és jött a verseny, és megint ugyanott voltunk. És ez megmutatta azt, hogy azok a stressz helyzetek, amik bennünket érnek, alapvetően csak ott gyógyíthatók, ahol szereztük őket. Na most ezt megtalálni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy létrehozni egy olyan versenyhelyzetet, aminek terápiás célja van. Hogy megismerni, visszavinni abba a szituációba, és aztán ebből kihozni. Hát én azt mondom, hogy töménypszichológia. Tehát maga ez a harci művészet, ez töménypszichológia, 90% a többi valami fizikai történés, de nekünk ezekkel kell dolgozni, hiszen ritmus van, egyensúly van, koncentráció van, térérzékelés van, félelem van, amiről beszéltünk, ez mind a pszichológia hatáskörébe tartozik, tehát ezek lélektani folyamatok, és hogyha ezeket a lélektani folyamatokat helyesen tudjuk kezelni, hát végülis kezünk, lábunk a helyén van, akkor meg tudjuk oldani a feladatot. Hát az előbbi kis párbeszédünk után óvatosan kérdezném meg, hogy érezte magát a beszélgetés alatt. Hát lényegesen jobban, mint a Csernus úrral, pedig ő is egy pszichológus. Pszichiáter. Tehát megmondom őszintén, hogy hát ez nem volt egyszerű. Hát más technika, más eszköztár. Nevezzük igen. Így. Most erről hirtelen az jutott eszembe, hogy mesélt arról, hát, hogy... Ez egy kellemes, édes élmény volt az. Na, örülök, hogy jól érezte magát. Azt gondolom, hogy minden hivatás, meg minden területen lehet ilyen, meg olyan élményünk is, hogy melyik viszi el a fókuszt. Megengedi el, hogy adjak egy visszajelzést, egy rövidet. Persze, ha pozitív. Csak is, jó. Bár most, hogy elmondtam, hogy milyen jól kezeli a kritikát, és abból is tanul, nem, én nem kritikát tartok itt a végére. Nem, az érzésemet mondom el ilyenkor, hát így is szoktam dolgozni is, de egyébként is az életben ezt szerintem nagyon jól lehet használni. Egyébként én azért elég sok hasonlóságot érzek abban, amit elmond, ahogy végzi a dolgát, a hivatását, én is annak élem meg a sajátomat, és ez egy nagyon mély kapcsolat önmagunkkal, akkor működik ez jól, hogy nem innen. Mert ha innen, akkor az szerintem már egy munka, így meg hivatás. Tehát, hogy azt éreztem önnel kapcsolatban, akár a megnézett interjúk kapcsán, meg most is végig, hogy óriási dologgal rendelkezik, ami meg szerintem van, kihaló félben van. Én azt látom a legnagyobb problémának, hogy az emberek nagyon rosszban vannak a gyökereikkel, azokkal a szálakkal, azokkal a személyekkel, azokkal a környezetekkel, amikből lettek, amikből jönnek. Nagyon sokan konkrétan el akarják vágni ezeket a szálakat, meg akarják tagadni a származási családjukat, a múltjukat, azt az otthont, amiben ők fölnövekedtek. És én ezt szoktam is mondani az előadásaimban, hogy az a helyzet, hogyha mondjuk egy ilyen növényt képzelünk el, ami úgy szökken szárba, hogy ugye egy kétágú gyökere van, és azt mondjuk, hogy azt mondja, az egyik nem tetszik neki, és azt elvágja, vagy akár mind a kettőt megtagadja, abból vajon milyen erős növény fog kinőni a talajból. Én ezt a fajta gyökértelenséget tartom egy ilyen visszatérő problémának a pszichológiai munkám során. Szerintem nagyon sokban csenget össze azzal, amiről ön beszélt. Ön a hagyományőrzésben, tehát nyilván itt a gyökereinkről beszélve, az egy teljesen egyértelmű kapocs, akár még a honfoglaló magyaroktól elkezdve mondom most a gyökereinket, de nyilván amiről én beszélek, az ugyanígy ebbe a folyamatba tartozik bele, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől hozunk. És hogy azt gondolom, hogy az a fajta tartás, higgadtság, fegyelem, és akár elegancia, amit látok önön, ahogy kezel helyzeteket,
konfrontatív helyzeteket is. Azt azért látom ritkán, mert ezek a gyökerek nem olyan erősek. Tehát, hogy én egy ilyen nagyon erős gyökerekkel rendelkező fát látok önbe, és talán ezért tud sok emberre köré állni, erre akár fölmászni, rámászni. És hogy egy érdekes elegy, mert tulajdonképpen ez a masszivitás, ez ad egy ilyen dominanciát is, ugyanígy, ahogy a harci művészeteknél, ugye kiadja az utasítást, a parancsokat, benne van egy ilyen hierarchia is, és közben meg az egész tevékenysége egy emelésről szól, egy mellérendelésről, arról, hogy bár másmilyen vagy, de szeretnék szóba állni veled, tehát az meg arról szól, hogy a mester kineveri a tanítványait, és fölemeli őket. Úgyhogy nekem ez egy nagyon jó érzést adott, és én azt gondolom, hogy az jó önben, hogy lehet önnel nem mindenben egyetérteni, és mégis tisztelni azért az útért, amin végigmegy. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok, és nagyon köszönöm ezt az elgondolkodtató beszélgetést. Köszönöm. Én köszönöm, hogy itt volt. Allianz. Törődünk a mentális egészségeddel.